reggelre egyetemisták szoktak, vettünk van bor, sört, pálinkát, tábortűz, éneklés, jeje, gitár, minden. És azt vettük észre, hogy mi magyarok nem nagyon tudunk rendesen mulatni, énekelni. Hát mi a fenében van ez, hogy hát mi miért nem tudunk a saját népdalainkkal, meg táncainkkal szórakozni. Hogy szól eredetiben, hogy énekel egy paraszt, emberben többsége parasztekének, hogy játszanak ezek a zenészek. Ezt nem, a tudósok tudtak róla valamint a népzenekutatók, de hát úgy gondolták, ez nem kell a közönségnek. Elkezdtünk mászkálni, nyomozni utána, hogy hol lehetne hallani igazi eredeti népdalt, népzenét. Mert akkor ezt mondom, a 60-as évek vége, 70-re, ha nem voltál falusi, valahol nagyon, akkor nem hallottál egyet. És ezt meghallottuk, és akkor, hát ez mi? Na, akkor kezdtem elgedülni. Tehát olyan játék volt, annyira más volt, mint amit eddig hallottam. Azok a Kárpátokon kívül élnek, és ilyen szempontból nem csak zeneileg, hanem nyelvileg is, meg kulturális szempontból is. Zeneileg meg az a lényeg, hogy sokkal több behatás érte őket a román, illetve a balkán zenék irányából. Ugye más a hangszerfelállás is, tehát Moldában tipikus szóló hangszer a furia, ami egyébként máshol is tud az lenni, például Gyimesben, vagy különböző erdélyi tájegységek esetén. De ezeken a helyeken egyre jobban átvette a furia szerepét, mondjuk a hegedű, míg a csángóknál azért elég dominánsan megmaradt. Hát illetve a dob, ami egy ilyen cseles dolog, mert az valószínűleg soha nem volt. Teljesen autentikus a tánczenében, de valahogy így ez a budapesti táncházas hagyomány az így bevonulott. Tehát mások a táncok, mások a ritmikák, páratlan ritmusok vannak, olyan páratlan ritmusok vannak, amik nem szerepelnek más magyar tájegységében, amik egyértelműen balkáni hatást tükröznek. Csomó körtánc van, ami szintén eltűnt a tipikus, jobban ismert magyar népzenei tájegységekből. Eleven úgy kezdődik egy körtánc, eleven úgy kezdődik egy vidám. Összefogjuk, és nem is tudjuk, nem is vegyük észre, hogy a szomszéd megfogta a kezemet, és a másikat egy másik szomszéd. Ott már kötődik valami, már van valami, és az egy nagy kör. És ha úgy vegyük észre, hogy egy szinte egy családias dolog, ez olyan, mintha hogy akaratlanul megfogom a kezedet, de azt előbb-utóbb észreveszem, hogy téged fogtanak meg igazából. És ez egy valami nagy energia lehet a táncban, lélekben és a hangulatban. Az is, hogy belé születtem magyar faluba, a Csángó föld, az a mondva, és én ott születtem magyar faluba, az
ez a neve, és megnéztem, hogy hogy táncolják. És addig néztem, hogy körülbelül 7-8 éves voltam, amikor nagyon sok táncot tudtam ám, de eljött az az idő, mikor búcsúba kellett menni más falukba, és akkor táncoltam. Táncoltam más falukba, és más táncokat is tanultam, de a moldvai az a lelkem, a szívem, a mindenem. Annyira szeretem, hogy el sem tudom mondani. És akkor eljött az az idő, mikor el kellett dönteni, hogy vagy ott fogok élni föl örökle, vagy azt mondják, hogy Magyarországra jövök. Találkoztam egy barátom, aki elmondta, hogy vannak táncárok. Na jó, ha vannak táncárok, én elmegyek oda. És el is mentem. Viva visszamaradott! Viva visszamaradott! Üssük hármat ajabbal! Üssük hármat ajabbal! Sabalval is, mint csak úgy! Sabalval is, mint csak úgy! Sajabbal is, mint csak úgy! Sajabbal is, mint csak úgy! Sabalval is, mint csak úgy! Sabalval is, mint csak úgy! Egy tírgyest! Egy tírgyest! Egy sarkost! Egy sarkost! Járjunk ki! Járjunk! És aki nem tudja Moldvába, csángó emberek nem tudják a táncot, én megmutatom. De ha tudják, én nem szólok semmit.